Köszönöm a szót. Én egy részével szeretnék kezdeni ennek a törvénymódosításnak, amit Arató képviselőtársam már említett. Az egy pozitív dolog, hogy az SNI-s diákok részt vehetnek az ingyenes művészetoktatásban. A művészetterápia az SNI oktatásnak az egyik legfontosabb és ugyan a legtöbbet használt módja. Itt volt korábban egy számomra egészen érthetetlen oda-vissza levelezés az EMMI parlamenti osztályából a részemről, ugyanis az elején úgy jelent meg, hogy a hátrányos helyzetű diákok kikerülnek ebből, és csak a halmozottan hátrányosak maradnak benne. Ezt Arató képviselőtársam is érintette ezt. Ma kaptam egy választ pont az EMMI-től írásban ezzel kapcsolatban, és én nem értem, hogy mi a helyzet. Elképzelhető, hogy a Hiller miniszter úr alatti gimnáziumi rendszer miatt nem értem, mert nem tanítottak meg kellően magyar nyelvet értelmezni, de remélhetőleg ez nem így van. Úgyhogy örülnék, hogyha szóban elmondaná, hogy akkor a hátrányosan helyzetű diákoknak is megmarad, és nem csak a halmozottan hátrányos helyzetű diákokra vonatkozik majd ez az ingyenes művészetoktatás. Az nagyon örülök, hogy annak, hogy foglalkozik egyáltalán most az oktatási kormányzat az SNI oktatással. Ezzel nagyon keveset foglalkoztak az elmúlt időszakban. Ugye az a helyzet, hogy egy nagyon erős kettősség van ezen a területen Magyarországon. Az egyik az, hogy van egy amúgy Európai Unió által elvárt kérés arra, hogy irányelv, hogy a lehető legnagyobb arányban legyen integrált oktatás, amikor a gyermeknek az állapota ezt lehetővé teszi Magyarországon, és egyszerre van az, hogy Magyarországon a megyéknek több mint kétharmadában az integrált oktatásnak semmilyen feltétele nincsen meg. Nagyon sok olyan oktatási intézmény van, ezt biztosan államtitkár úr is tudja, aminek alapító okiratában benne van, hogy SNI-s diákokat fogad, akár benne van ebben, ennél részletesebben is ez, ehhez képest ennek semmilyen konkrét feltétele nincs meg. Egy pihenőszoba nincs meg, és arról ne is beszéljünk, hogy a pedagógiai szakasszisztensekből mondjuk hány van konkrétan állásban egy ilyen iskolában, mert a válasz a lehető legtöbbször az, hogy nulla. Az a helyzet, hogy az integrált oktatás egy nagyon jó dolog lenne, de jelenleg az integrált oktatás tulajdonképpen azt jelenti, hogy az SNI-s diákokat berakják a többségi oktatásba, úgyhogy semmilyen plusz segítséget nem kapnak. És utána ezek a gyermekek nagyon sokszor, ugye erről volt korábban az előző ülésszakban egy vita, magántanulói, vagy azóta ezt a státuszt már ugye elneveztük, más módon kerülnek ki kávé a közoktatásból. Tehát azt akarom elmondani, hogy a művészet oktatás egy jó erőrelépés, de arra kérném az államtitkárságot, hogy az SNI oktatás területén kicsit jobban figyeljen oda arra a valódi folyamatra, ami Magyarországon zajlik. Arató képviselőtársam szintén említette, hogy legutoljára az azt hiszem, akkor már 8 éves az az adat, ami a gyógypedagógus hiányra vonatkozik a magyar oktatásba. Most arról nem akarok beszámolni, hogy az elmúlt 3 évben szerintem különböző a Kafka Per című könyvének az ilyen oldalain kellett átmenni, hogy az ember bármilyen adathoz jusson, hogy hány gyógypedagógus dolgozik egy tankerületre. Amúgy szeretném jelezni államtitkár úrnak, ha már kicsit egy ilyen panaszládának használom ezt a felszólalást, hogy azt, amit, és ezt is szintén Arató képviselőtársammal más ügybe, de ugyanaz a jogi formula történt, tehát azt hagyják abba, hogy kikérünk egy adatot az EMMI-től, majd azt mondják, hogy a tankerület birtokolja az adatot, majd a tankerület azt mondja, hogy ő nem tárol ilyen adatot, és kérjük ki a Klebersberg-kúnó, tehát a Klik-től, majd a Klik azt mondja, hogy az EMMI tudja kiadni. Tehát ez a magyar bürokrácia egy mondatban, ahhoz, hogy meg lehessen tudni, hogy például egy megyében, mondjuk fölteszek egy kérdést, Vas megyében hány gyógypedagógus és hány gyógypedagógiai szakasszisztens van foglalkoztatva. Erre, míg az ember választ kap, az 2-3 év, és addigra már az adat 3 éves. Tehát ha ebben tudna valamit tenni, ha már így van lehetőségünk, most beszélni, az tökéletes lenne. Az a helyzet még, és az SNI-s oktatásra visszatérve, hogy nem akármit lehet ingyenessé tenni, akármilyen oktatási formát, és ez egy jó dolog. De ameddig nem lesznek megfizetve azok az emberek, akik ezt az oktatást végzik, tulajdonképpen nem fog kíván eredményt elérni. Magyarországon a gyógypedagógusok annyira alul fizetettek, hogy
a magának a tovább, tehát az intézményeknek a felmérése alapján, akik képzik a gyógypedagógusokat, 10-ből 8 gyógypedagógus, miután megszerzi a végzettséget, a magán piacon helyezkedik el, és nem az állami rendszerben. Ha a kettőt tudnám valahogy vegyesen csinálni, és ennek amúgy ki lenne alakítva a jogi struktúrája, az is egy erőrelépés lenne, hiszen a gyógypedagógusok jelentős része inkább elmegy magánba, mert egyszerűen nem tud megélni abból a fizetésből, amit kap azért, hogy az államba ezt a hivatását végezze. A gyógypedagógiai szakasszisztenseknek a fizetése pedig ennél is drámaibb, azt most... hogy mondjam, a Magyar Nemzetben megjelent, hogy egyre több gyógypedagógiai szakasszisztens van. Én nagyon örülök, hogy a Magyar Nemzet ehhez az adathoz hozzáfért, amit az előbb említettem, de nagyon örülnék, hogyha ezt más orgánumoknak, vagy esetleg másképp is elmondanak. Még két dolog, ami szerintem fontos. Az egyik az esenis oktatás területén, hogy a művészet terápia mellett vannak olyan, és ezt vegye figyelembe, ha már ez kérem, hogyha bejött ez a módosítás, ami szintén hasonló, illetve hasonlóan most nagyon nagy teret nyert ebben az oktatásban, és talán még annál is drágább magánpénzből megfizetni. Ezek általában az állattal társított terápiák, ilyen például a lovásterápia ennek a legelterjedtebb módja. Ezek szintén, erről amúgy volt EMMIS program lovasterápiák kapcsán esen is oktatásban, de ezek szintén olyan dolgok, amiket jó lenne, hogyha ingyenesen lehetne a diagnózis mellé kapni. És a másik, amit még az esen is oktatás kapcsán feltétlenül el kell mondani, és remélem, hogy ez is meghallgatásra talál, az az, hogy a nem integrált oktatásból és az integrált oktatásban való átjárásnak a könnyítését is sokan felrótták. Sokan azt mondják, azért van, például az autizmus spektrum zavarnál a leggyakoribb, azért van, hogy a diagnózist önmagában nem kéri már a szülő, mert egyszerűen egy olyan, akkor is, hogyha például integrált oktatásban a gyermek tökéletesen beilleszthető lenne, mert olyan szinten bekorlátozza a diagnózis önmagában, és annyira nem flexibilis a rendszer, hogy nem gondolja a szülő azt, hogy utána ő a gyermekének például a változó állapotához képest tud majd megfelelő iskolát választani. Őszintén elmondom, hogy nem tudom pontosan, hogy ezt milyen törvénymódosítással kell megtenni, hogy ez a flexibilitás bekerüljön a rendszerbe, mert én értem azt, hogy ha már egy ilyen diagnózis kiáll, akkor ennek, vagy kiállítanak, akkor ennek megvannak a különböző követelményei vizsgáztatás és egyéb területen, de azért azt, mivel maga a fejlesztő pedagógia lényege az, hogy a fejlesztés megtörténjen, és jobban integrálható legyen, hogyha ez sikeres, akkor ez a flexibilitás benne lenne, az szerintem mindenkinek jó lenne, a tanároknak is. Úgyhogy összességében azt tudom mondani, hogy előremutató rész a művészet oktatásnak az ingyenessége, és örülök, hogy foglalkoznak ezzel a témával, de azt gondolom, hogy eseni oktatás területén még rengeteg olyan dolog van, amivel tudnának foglalkozni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.